Az elmúlt évek tanulsága alapján a mi ajánlatokkal sajnos nem tudtuk kiakázni a helyi potenciált. Ez a kampusz eredetileg 600 diákra volt tervezve, 6 év után egy nagyon őzetlen kérdés merült fel számunkba, hogy mivel csak 300 diáknál tartunk, hogy valóban mi vagyunk-e a legjobb gazdája ennek a gyönyörű kampusznak. A Budapesti Corvinus Egyetem elnöke ezekkel a szavakkal indokolta a szándéknyilatkozat aláírását az Óbudai Egyetemmel. Közösen nézik most át az oktatási tevékenységet és képzéseket, és kidolgozzák a két egyetem és a város számára a legelőnyösebb együttműködési modellt. Ami biztos, hogy erős elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált képzés lesz a kampuszon az Óbudai Egyetem irányításával. És új, unikális képzések is felkerülnek majd a képzési struktúrába a tervek szerint. A kutatásfejlesztés, a tudományos tevékenység, a nemzetközösítés, valamint az ipari kapcsolatok területén kívánunk tovább lépni. Közép-Kelet-Európa meghatározó egyetemévé válni. Az alapítványi egyetemmé válás ehhez nyújt jelentősen megnövelt mozgásteret és sokkal stabilabb finanszírozási keretek és rugalmasabb működés révén. A Corvinus Egyetemmel ma egy olyan szándéknyilatkozatot írunk alá, amelyben vállaljuk, hogy erősítjük a hazai felsőoktatás nemzetközi szintű megerősítését. Egységes stratégia mellett összehangoltan dolgozzuk ki a tovább működhetető képzési struktúráinkat, és tovább szélesítjük a kutatási tevékenységet. Az erről szóló megállapodás aláírásánál Varga Mihály azt mondta, miután modellváltó egyetemekről beszélünk, a kialakult helyzetre gyorsan tudtak reagálni. Mint a pénzügyminiszter fogalmazott, az innováció nem egy magányos feladat. Jelen esetben két egyetem a működését kellett újjászervezze egy folyamatosan változó környezetben. A pénzügyminiszter szerint a meglévő hagyományokra építve tudják majd továbbvinni a hallgatók számára fontos kérdéseket a fehérvári kampuszon. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása tehát itt is a legfontosabb feladat. Elnök úr elmondta, hogy milyen szándékok, milyen indokok miatt került sor erre a kapcsolat felvételre. Szerencsére az Óbudai Egyetemnek nem kell Székesfehérváron bemutatkoznia. Vannak hagyományai, vannak meglévő értékei. Ezt ismerik nem csak az itt élők, hanem az itt oktatók is, az hallgatók is, ahogy ez itt az előbb elhangzott. Tehát ebből a szempontból a folytonosságot tudjuk megőrizni és fenntartani. Fehérvár polgármestere mérföldkőnek nevezte az aláírás napját a fehérvári felsőoktatásban. Mint mondta, a város ipara a magyar gazdaság egészében kiemelkedő szintű, de hogy ez így is tudjon maradni, szükség van a felsőoktatás fejlesztésére. A szándéknyilatkozat aláírásával egy egyetemi központú képzési struktúra alakul ki egy másik egyetem közreműködésével, melyben a duális képzések arányát tovább szeretnék növelni. Egy központú egyetemi centrum alakul ki az Óbudai Egyetem keretei között itt Székesfehérváron, ami a műszaki és a különböző gazdálkodáshoz, pénzügyekhez kapcsolódó képzéseket és ezek vegyített képzéseit is érintés jelenti. Tehát az Óbudai Egyetem lesz az, amelyik a kampuszt működtetni fogja, nem csak a saját kampuszát, hanem átveszi a Corvinus által eddig üzemeltetett kampuszépületeket is. Ezek egyébként vadonatúj, abszolút 21. századi technológiával felszerelt egyetemi épületek. Ezen belül továbbra is felsőoktatás lesz, amit az Óbudai Egyetem az itteni Alba Régia műszaki karán keresztül fog ellátni, de az akadémiai együttműködés tekintetében, sok szak tekintetében közösen a Corvinusszal. A szándéknyilatkozatban rögzítették azt is, hogy a tanulmányaikat a Corvinus Egyetemen megkezdő hallgatók az egyetem diplomáját kapják majd a képzés végén. Ugyanakkor a következő felvételi évben önálló szakot a Corvinus Fehérváron már nem indít, csak az Óbudai Egyetemmel együttműködésben.